Szeretettel köszöntelek ismét, hol lenném, Egyenszi Krisztina vagyok, az Artemis Asztrológia Akadémia vezetőtanára. Ma éjszaka Plutó véglegesen megérkezik a vízöntő, innovatív és forradalmi változásokkal jellemezhető jegyébe. Ez a hatás már egyfajta bevezetőként jelen volt az életünkben. Hiszen egy lassú, transformáló planétáról van szó, mi a mozgása során hosszú-hosszú időt tölt el egy adott jegyháttér előterében. Így mondhatjuk azt, hogy a privát életünkben egy jelentős időszakot határoz meg a Plutó pozíciója, hiszen a Bak jegyében is több mint 20 évig tartózkodott, és most a vízöntő jegyében is összességében, az úgymond próbaidőszakokkal együtt, 21 éves időtartamot fog be, miközben végighalad e jegy előterében. Személyes életünkben ez nagyon hosszú lépték és időszak, emberiség történelmi léptékkel tekintve, ugyanakkor kevésbé tűnik olyan nagy léptékű hatásnak, de természetesen ezzel együtt mindig, amikor a transzcendens planéták köztük a Plutó jegyet vált, 20-21 évente, nagyon intenzíven észrevehető a világ eseményeiben történelem formáló hatásként. Most a vizöntő jegyében, ahogy mondtam, már próbaidőszakként megérkezett 2023. márciusában, és egészen június 11-ig ott tartózkodott, már egyfajta beköszönő ízelítőt adott, robbanásszerűen be is jöttek a mesterséges intelligenciához kapcsolódó híradások többek között, ami szintén a vízöntő témaköréhez kapcsolható, de ebben az évben 2024. január 21-e és szeptember 2-a közötti is már a vízöntő jegyének első két fokáig haladt el, első két fokát már érintette, tehát volt egy nagyobb és intenzívebb ráhangolása a mai élő emberiségnek arra a témakörre, amiből ízelítőt kapva majd, fontos, hogy fejlődni tudjunk, és az adott témakörökben jelentős és minőségi változásokat kell véghez vinnünk közösen mivel a vízöntő jegyéről, jegytartalmáról van szó. Így transformáció alatt áll jelen pillanatban az emberségünk témaköre, mitől is vagyunk valójában emberek. De ezen fontos mindannyiunknak talán elgondolkodni. De klasszikus értelemben a francia forradalom jelszavai, a szabadság, az egyenlőség és a függetlenség témái bizony nagyon terítéken vannak, amikor érintődik a vízöntő jegy valamilyen planéta által. És a mai asztrológiai tudásunkban van. A Plutó a leginkább erőteljes, transformáló elv, úgyhogy nagyon hangsúlyosan és érzékenyen fognak megjelenni az emberséghez, az emberiség téma körében megmutatkozó hatások, és külön, Érzékenyen, szenzibilisan reagálunk mindannyian a szabadság és a függetlenségünknek akár a korlátozására, vagy annak egy kitágítására. Ma a társadalmak fennmaradásának záloga komoly átalakulás, ami aktív összefogás nélkül nem történhet meg. Tehát, ha szeretnénk, hogy a világ különböző pontjain a társadalmak másképp működjenek, ehhez nagyon fontos, hogy minden egyes egyén, a maga felelősségére ráébredjen, arra a tényre, hogy bár kicsi a bors, de erős, mindannyiunkban működik valahol a Plutónak az energiája, és azt a többiekével összekapcsolva, alulról építkezve tudunk csak változásokat elérni. Hiszen a világ jelen pillanatban a társadalomformáló vezetői bármilyen országról is van szó, ők a saját elképzelésük szerint szeretnék működtetni továbbra is a hatalmuk alatt álló társadalmakat. Változás, ha ez nekünk nem jó, csak alulról építkezve történhet. Ezek a témakörök nagyon szenzibilisen, érzékenyen a fókuszba kerülnek, és ha körbenézünk jelen pillanatban a világ eseményei között, akkor látjuk, hogy bizony nagyon-nagyon-nagyon sok társadalomban bizony drasztikus megújulásra és változásra van szükség. A Plutóval vízöntő jegyében előtérbe kerül a vezetettséggel szemben az egyéni, tudatos, szabad akaratnak a felhasználása. Ahhoz pedig, hogy tudatába kerüljünk és kellő méltó módon tudjuk képviselni a szándékainkat, ehhez szükséges, hogy minél inkább stabil, érett személyiséggel rendelkezzünk, hiszen így az előttünk élő időszakban, következő húsz évben, hogy milyen irányba fog tudni fejlődni az emberiség, sikeresen tudunk-e társadalmakat megreformálni, és teljesen új társadalmi formákat kialakítani, ez előrefele tudunk-e ebben a témakörben haladni, vagy éppen kudarcra vagyunk ítélve, és a leginkább diszharmonikus megnyilvánulások, amiről mindjárt fogok beszélni, melyek tartoznak ide, fognak kibontakozni, az ö, rajtunk egyénileg fog múlni. Az egyéni tudatosság ezért nagyon-nagyon erőteljes témaként fókuszba kerül. Tehát a Plutói imáról élesbe, mai szakától, november 19-től belép most már véglegesen a vízöntő jegyébe, hátráló mozgásaival már nem fog visszalépni a baki jegyébe, és 2044. január 19-ig fogja a vízöntő témakört transformálni. Nagyon hosszú így belegondolni, hogy egy nagyjából 20 éves időszak van még előttünk, és felidéztem, amikor hát több mint 21 évvel ezelőtt a BAK jegyváltás előtt a Plutóról gondolkodtam, és tartottam is előadást, és hogy a, mindazok az elképzelések, amelyek akkor megfogalmazottak bennem, és amiről beszéltünk az előadás során is, hogy mennyire nagyon drasztikusan és erőteljesen megnyilvánultak, sőt olyan jellegű hatások is kibontakoztak, olyan változások küszöbére érkeztünk, amit bő 20 évvel ezelőtt még igazából előre megsejteni sem voltam képes vissza tudunk nézni, nyilván az asztrológia segítségével, hogy egy adott planéta mikor járt hasonló vagy azonos területen, de azzal, hogy a Plutó korábbi időszakainak feltérképezését nyilván meg tudjuk tenni, hogy a vízöntő jegyében, amikor járt, többek között az volt az előző ciklusban, hiszen 248 év a keringési ideje, valóban az elmúlt ciklusában a francia forradalom, illetve az Európán is végig sodró forradalmi hullámot tapasztalta meg az akkor élő emberiség. Most is azt ebből elővételezhetjük, feltételezzük, hogy jelentős forradalmi változások küszöbén állunk, ugyanakkor a Plutó mellett a többi planétának a pozíciója egy más rendben, egy más rendszerben figyelhető meg, tehát mindig másképp jönnek elő a hatások, és ezért elővételezhetünk, gondolkodhatunk, hogy a Pluto, amit az alvilág ura HD szimbolizál itt a szimbolonkártyák közül, tőlem leginkább távol lévő, úgymond sötét alak, aki jellemzően a főnix hatást hordozza magában, intenzív, erőteljes, ha ahogyan használjuk akár intenzív pusztításra, és emellett pozitív aspektusában egy erős újrateremtésre alkalmas erőforrás, olyan, mint az atomerő önmagában, rajtunk múlik, hogy hogyan, milyen belátással, milyen felelősség tudattal, hogyan használjuk fel a rendelkezésre álló erőforrást. Ez a transformáló elv, a középső kártya szimbolizálja a vízöntő, innovatív, megújító, változást hozó területét. Ezzel a területtel találkozik most már nagyon intenzíven, és Thea Weller, aki megrajzolta a szimbolon kártyacsomagot, egy főnix madár képében ábrázolja ennek a két erőnek, intenzív erőtérnek a találkozását át valahol a főnix, ugye a hanvaiból újra felemelkedő, újra feltámadó, és még szebb, nagyobb, fejlettebb, tartalmasabb minőségében feltámadó folyamatot szimbolizálja ezzel. Tehát egy nagyon-nagyon jelentős fordulóponton és időminőségben állunk, ahol az egyén felelősségteljes hozzáállása nagyban meg tudja azt határozni, hogy közösen Hova fogunk jutni, hiszen ez a fajta eddigi megszokott rendszer szerint való működés már idejét múlt, és az emberiség egy következő tudatszintre kell, hogy lépjen. Ezt szolgálják a sorspedagógia eszközei is, amelyek mondhatom, hogy szinte húsighatoló, nagyon erős prés helyzetben mutatják, hogy a fennálló, működésmódja a jelenleg élő emberiségnek drasztikus megváltoztatásra szorul. Tehát a Plutó maga a transformáló elv a vízöntő jegyén halad keresztül, ezért idehoztam egy kis ízelítőt abból, hogy melyek az úgynevezett klasszikus vízöntő archetípushoz sorolt élet területek, ahol az előttünk álló húsz évben bizony erőteljes változások várhatók, hogy milyen módon abban remélhetőleg aktívan szerepet tudunk vállalni, és ö, tudjuk mi is formálni alulról építkezve. Tehát bizöntő terület minden, ami az általánosságban mondhatom, a társadalmi folyamatok ö, egy adott közösségben. Ugye az egyéniség szerepe fontossá válik, a közösségben. Minden reformterület, ami megújulást, változást, innovációt, fejlődést eh, hordoz, vízöntő témakör. Ehhez szervesen kapcsolódik az informatika világa, ugye ízőlítőként itt a bevezetőben már említettem is, hogy a mesterséges intelligenciáról nagyon drasztikus hirtelen híradások, illetve az AI általános robbanásszerű megjelenését tapasztaltuk amikor a Plutó úgymond belépett, beköszönt ízelítőt, adott nekünk már a vízöntő területének témájából, ugye a robotizációnak a fejlődése is itt van, a vízöntő területhez soroljuk a teljes energetikai üzletágat, kiemelten, ami úgymond elektromossággal, árammal, áramtermeléssel kapcsolódik össze, de ide tartozik minden, ami mű vagy mesterséges dolog, a műanyagok világától kezdve, a, akár ténylegesen a szervek, a műanyag termékek, a mű, ilyen műanyag termékek, mint szerveket helyettesítő eszközök már, de a klónozás világa is ide tartozik. Emberi léptékben a másság témaköre, ami leginkább ugye a kirekesztéssel és a rasszizmussal mutatja meg magát a mai világban. A Plutó, mivel egy megosztó energia, ezért intenzíven ugye a kirekesztést és az elutasítás energiáját is, mint lehetőségként Magában hordozza ebben az időszakban. Vizöntő téma általában az eszmék és a politika világa, tehát a társadalmi működésmódhoz nyilván ez is hozzá kapcsolódik. Aztán szintén, mint művi, mesterséges dolgok, a nagyvárosok, amelyek lassan ugye a krízis határára sodródnak, egyre inkább élhetetlenné válnak, a nagyvárosok a világ különböző pontján, itt is mutatkozik jelentős reformigény és hát ilyen a mesterséges új élet közösségek létrehozásának ötleteit is halljuk a sajtóban, a médiában, az űrkolónia, a víz alatti kolóniák, más égitestek keresése, ami esetleg az emberi életre alkalmas területet biztosítana. Általánosságban ide soroljuk egyébként magát a világűrt is, látjuk ott is a világűrnek a meghódítása, a a problémákra is hívják fel a figyelmet, az űrszeméttel kapcsolatban, a nagyon-nagyon sok műholdal, tehát ahogy zajlik, úgymond a közvetlen föld környezetéhez kapcsolódó világűr megkódítása, ez is vízöntő terület, és hát a repülésnek minden formája, a repülés minden típusa is a vízöntő analógiájához kapcsolódik. Általánosságban a civil társadalom, pozitív értelemben vízöntő témakör, közösségek újra szerveződése, ugye az egyén egyedisége általában attól szoktunk e, szenvedni, ami olyan tulajdonságunk, képességünk, amiben azt érezzük, hogy kicsit kilógunk, vagy nagyon kilógunk a sorból, mások nem értik, ahogy gondolkodunk, ahogy látjuk az életet, és ugye ez erős ilyen elszeparálódás is hozhat, ez e, egyfajta antiszociális viselkedéshez vezethet, fontos ugye az önismereti munka ahhoz, hogy ezt a fajta elkülönültséget fel tudjuk oldani, fel tudjuk ismerni az egyediségünknek a sajátos hasznosságát az életünkben. De egyébként mindenféle önismereti munka mellett még ide soroljuk a cirkuszt, a varietét, a reklámipart, mint a szemfényvesztés világát, az idegenforgalom, a migrációs témakörök szintén vízöntő területet hordoznak magukban, az ideológiáknak a világa, hiszen a szabadság-egyenlőség testvériség is egyfajta ideológiai jelszóként van az emberiség fejlődési előtt. Az előző plutós ciklusban, amikor a vízöntő területén járt, sem sikerült elérni, hogy általánossá váljon ennek az ideának a megvalósítása. Most ismét általán mondhatom, így próbálkozhat a mai élő emberiség. Ezért is nagyon erőteljesen fókuszban vannak az emberi és a szabadságjogok, általában az egyenlőség témái, ami leginkább az egyenlőtlenségben eszkalálódó feszültségek formájában mutatkozik meg. Vízöntő téma a szolidaritás, a másokkal való együttműködés, ugye összekapcsolódás. A tudományterületek közül a szociológia a leginkább vízöntős terület. És ne felejtsük el, hogy ide kapcsolódik a vízöntőhöz minden, ami a tudatot egy tágabb, átfogóbb, nagyobb horizontba tudja helyezni. A transzcendens tudás és a magasabb bölcsesség, a megvilágító, intuitív bölcsességnek a területét is hordozza a vízöntő illetve ennek a tudás megosztásának a képességét, ezért ide tartozik abszolút az asztrológiai látásmód, ami az előttünk álló idő minőségben egyértelműen, hogy egy célt kell, hogy szolgáljon az egyén önismeretét, amelyen keresztül az egyén megtalálja sokkal inkább a saját képességeihez a kapcsolódás, és a helyét és a szerepét a tágabb környezetébe. Mi is ezt szolgáljuk az Artemis Asztrológia Akadémián, igyekszünk pszichológiai szemlélettel az egyéneket minél hatékonyabban a saját önismereti munkájukban segíteni. Ez időszerű, segítjük a gondolkodásmód tágítását, és közösen ebben az előttünk álló húsz évben fontos változások kell, hogy megtörténjenek a világ életszemléletéhez, hitélethez való kapcsolatban, és Ken Wilber szavait idehozva spirituális, tehát szellemi, de nem vallásos életszemléletet fogunk közösen kibontakoztatni, ami már azt jelenti, nem kizárva természetesen az egyes vallási irányzatokhoz, felekezetekhez való kapcsolódást, de sokkal inkább egy egységesítő, ökumenikus, vagy éppen Szellemi nézőpontból ö, tekintve az ember életére, annak értékességére kell gondolkodnunk mindannyiunknak. Nézzük meg, hogy megszokhattad, összefoglalom, hogy mik a nagyon diszonás megnyilvánulások, és mi az, ami a szellemi harmonikus megnyilvánulás, mint pozitív végpont ö, kibontásának a lehetősége, ami a ma élő emberiség előtt áll ahogy mondtam, fontos szerepe van az egyéneknek a személyes tudatosságra való ébredésének, hiszen az egyén, ha nem kezd el stabilan begyökerezni és felelősséget vállalni a saját életért, abban a környezetben, közegben, ahol él, akkor sokkal inkább a Plutó ereje diszonánsan felerősíti a technokráciáknak tehát a mai technikai eszközöknek a még profi továbbfejlesztésén keresztül a diktatórikus társadalmak elidegenedett euh, légkörét, ennek a kialakulását. Hiszen ha szabadjára engedve az analogiás gondolkodásmódot, a vízöntő jegyén áthaladó Plutó diszonás megnyilvánulásában abszolút benne van egy rideg, elidegenedett világkép, a társadalmi anarchiák, folyamatos társadalmi töréspontok, krízisek kísérhetik ezt a húsz évet, és ahogy mondtam, a technikai, technológiai robbanás, az AI-nak, az eszköztárának a felhasználása, a kontrollra, a technokráciáknak a kialakítására. Tehát hatalom által uniformizált és militarizált társadalmak fejlődhetnek ki, ahol eleve már megvan erre a hajlam, ott ez ugrásszerűen ebbe a negatív irányba való továbbfejlődés sajnos tapasztalhatjuk a világban. Ez együtt járhat a kirekesztéssel, az idegen gyűlölettel, a még intenzívebb kirekesztéssel és megosztottsággal hiszen a hatalom kedvelt plutós eszköze, és ebben az értelemben a társadalmak befolyásolásának az intenzív eszköze az oszd meg és uralkodj ez Nagyon erőteljesen jelen van, látjuk, tapasztaljuk ennek a hatását a mindennapi életben is. Tehát a rideg, elidegenedett világ mellett a nagyon kiexponált és szintén diszonánsan a szabad föld, a szabadságföldjén a szabadosságnak egy még extrémebb megnyilvánulásának lehetünk esetlegesen tanúi. Ezzel együtt átrendeződhetnek a határok, tehát ilyen olyan időszakot él az emberiség ebben a körülbelül húsz évben, amikor az egyébként is most már nagyon látható világon ugye, Forpontig hevült, eszkalálódott konfliktusok, ahol országhatárokon átnyúló krízissel, konfliktusok vannak, illetve a határok átrendezése az elsődleges cél, diszonánsan valóban mondhatjuk, átrajzolódhat a húsz év alatt világtérkép nagyon-nagyon drasztikusan, és ez természetesen nem egy grafikus átrajzolás, eme mögött emberi sorsok, társadalmak, közösségeknek intenzív átalakulása kíséri ezt a folyamatot, hiszen az azt is jelenti, hogy ország határok fognak módosulni. Emellett még a vízöntő ugye az innovatív változást, ötleteket, a reformokat, a, a megújulás szolgáló témaköre, diszonánsan a Plutó segítségével valóban a varázslóinas e eszköztáraként olyan dolgok, olyan tudományos eredmények kísérletezésnek adhat ez az időszak terepet, amikor a tudomány emberei, anélkül a belátás nélkül teljes szellemi belátás hiányában csak materialista módon gondolkodva olyan lépéseket, eszközöket, olyan dolgokat szabadíthatnak a világra, amelyek hosszú távon mindenképpen kárára válnak az emberiségnek. Tehát jön a kísérletezésnek is a kora, és hát a Plutót ismerve azért ezek a kísérletek nagyon gyakran ugye összekapcsolódnak, hiszen ahol a legtöbb pénz összpontosul, az általában mindig a hatalom, a hatalomgyakorlás, a kontroll, a hadászati célok, mentén született már nagyon-nagyon sok uh, ugye kísérlet, és nagyon sok uh, találmány is. Gondolhatsz csak magára az atombombára, hogy hogyan jött létre, honnan kapott pénzt erre a fejlesztésre az akkori tudós csapat. Tehát uh, most is napvilágot láthatnak az előttünk élő, lévő húsz évben olyan Tudományos kísérletek, amelyeknek akár az eredménye nagyon fájdalmas tapasztalatokat is hozhat. Természetesen ennek a pozitív vetületével is számolhatunk, hiszen ugyanúgy a harmonikus megnyilvánulás, a harmonikus eredmények is ugyanúgy benne vannak lehetőségként az előttünk álló időszakban, hiszen most egy küszöbb élményen fogunk átlépni. Tehát erőteljes, Paradigmaváltásra van lehetőség, hogy kezdjem a tudományos területtel, mégpedig a dualitást fontos, hogy ebben a húsz évben fel tudja váltani a hármasságban való gondolkodás. A hármasság szerepe legyen az társadalmi felépítésben, legyen az az élet dolgairól való gondolkodásban, hiszen a megosztás az a dualitás és a kettősség. Ez egyben gyakran ugye hasítást hoz, és szétválasztódást hoz. A hármasság az a mintázat, ami e, már fel kell, hogy váltsa a hármasságban való gondolkodás az élet minden területén az eddigi beidegződést. Tehát ahol jelen van ez a fajta e, szellemi gondolkodás, ott valóban lehetőség van arra, hogy olyan tudományos eredmények szülessenek, a szellemi tudással karöltve, ami a ma élő emberiség kritikus problémáira, mint erőforrásválság, élelmezés és egyéb más problémák, erre hathatós és pozitív megoldások is születhetnek a tudomány világából, amennyiben valóban képesek a tudósok szellemibe vágítani a saját nézőpontjukat. Benne van ebben az időszakban a szükséges, reális társadalmi reformoknak a végigvitele, ahogy mondtam, alulról építkezve, a civil szférának a hatása, erőteljessé válik, ezért a kis csoportokban, a kis közösségekben való gondolkodás elsődlegessé fog válni. Ezt kezdhetjük nyugodtan a saját utcánkban, lakókörnyezetünkben, a saját életterünkön, és aztán ezek szépen össze tudnak adódni, mint ahogyan a testünkben a különböző sejtek, szervek ki állnak össze, így fent tudnak tartani egy egészséges együttműködésben egy egészséges szervezetet. Ennek a globális megvalósításának a lehetősége előttünk áll, de ugyanakkor az is, amikor a sejtek egymás ellen dolgoznak, akkor abból a szervezet, azaz a globális egység szempontjából a betegség és a szétesettség irányába haladunk. Tehát fontos a változás, nagyon komoly tét van most az egyéni öntudaton, az egyéni tudatosságon, és ebben a húsz évben eljuthatunk arra, a pontra, ami pozitív értelemben a világpolgár címkében tudtam most megfogalmazni, ami azt jelenti, hogy a másik embert, mint engem kiegészítő tulajdonságaiban, másságot hordozva az enyémhez képest ezt a fajta másságát az én gondolkodásomnak, lehetőségeimnek. Tehát önmagamhoz nézve a másikat. Kiegészítőként, tisztelve, vele együttműködve, összefogva, egymástól kölcsönösen tanulva, beletesszük a saját eszközeinket a közösségbe. Tehát a közösségbe bele kell helyezni a saját egyediségünket. Ezért is a legjobb befektetés, mind az egyéni, és ezzel együtt a kollektív jövőbe, az önismeret. Éret személyiségként, ezért nagyon fontos a saját egyediségünknek a feltérképezése, amely egyben ki is jelöli számunkra az utat. A személyes horoszkópábrán keresztül tudjuk legtisztábban feltérképezni, hogy milyen eszközökkel, készségekkel, erőforrásokkal rendelkezünk, amely azért van az életünkbe, a sorspedagógia részben ajándékaként, áldásként belehelyezve, hogy ezzel éljünk. Semmi fölösleges dolgot nem kapnunk, és minden, amivel rendelkezünk, az azért van, hogy azt kibontsuk önmagunkon keresztül működtessük, elsősorban a bennünket körbevevő környezet gazdagítása és fejlesztése érdekében. Ebben nagyon hasznos eszköz tud adni a pszichológiai szemlélet, önismereti asztrológia. Erre hívunk, bátorítunk az Artemis Asztrológia Akadémia stúdiumában, el tudsz mélyülni önmagad megismerésében. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmedet, ne felejtsd el, hogy milyen fontos küszöbélményen állsz, és valószínűleg te is érzékeled azt, hogy valahol nagyon mozog belül egy ilyen megújító impózus, hogy sokáig csináltál valamit, és hogy érzed, hogy, hogy valami új irány felé mozgat belő sok minden. Jönnek az inspirációk, a sugallatok, vagy éppen csak belefásoltál, és eleged van sok mindenből, ahogyan az elmúlt időszakban élted az életedet, ahogyan működtél, és engedj, agy teret ennek a változásnak, és ezzel együtt elő tudod te is segíteni mások és a környezeted fejlődését. Egy klikkel is, egy megosztással is hozzá tudsz járulni ahhoz, hogy ez a videó hasznosnak találtad most ezt az összefoglalót, másokhoz is eljusson, és azért is használom ezt a kifejezést, hogy összefoglaló, hiszen 2023-ban már, mielőtt először beköszönt a vízöntő jegyébe a Plutó, már elkészítettem egy hosszabb, komplexebb, globálisabb videót a vízöntő jegyébe lépő Plutóról, és ennek a linkjét elhelyeztük itt a videó alatti leírásban, itt megtalálod. Érdemes visszalépni, meghallgatni, egy kis időt szánni arra, hiszen ott vissza is tekintettem, sok mindent összefoglaltam az elmúlt időszakból, illetve több, bővebb tartalmat is még meghallgathatsz abban a videóban. Köszönöm szépen a megosztást, a sok visszajelzést, a támogatást, és lépjünk együtt tovább, legyen az asztrológia mindenkié, Mi ezt szolgáljuk továbbra is, ha fel vagy iratkozva, és a kis csengő is aktív, akkor hamarosan a következő beaktivált videóval is érkezünk.